Ismét elhoztuk nektek a legérdekesebb híreket az elmúlt hétről, és hogy a múlt héten már felvezettük, lezajlott a Gamescom, de be kell vallanunk, hogy egy picit unalmasabb volt, mint reméltük, sőt igazából, ha nagyon nem figyeltem volna, akkor bevallom, hogy 2-3 híren kívül nem is tudnám elmondani, hogy egyáltalán lement az egész Gamescom, azért régebben sokkal ütősebb bejelentések voltak, meg az egészet megélni sokkal nagyobb dolog volt, de azért nézzük végig, hogy mik voltak a legérdekesebb hírek. A Halo Infinite-nek egy picit hányatatott eddig a sorsa, hiszen mindenki tudja, hogy nyitó cím lett volna az új generációs Xbox konzolokon, de ami akkor kijött belőle egyáltalán ilyen kis trailernek vagy teasernek, az nemhogy még megjelenés közeli állapotban nem volt, hanem konkrétan úgy nézett ki, mintha több éves játék lenne dolgunk. Na most ezt a csorbát igyekszik kiköszülni a Microsoft, ugyanis úgy gondolták, hogy akkor a Halo-nak a 20 éves születésnapjára megjelenhet most már tényleg a játék. Ez december 8-án lesz, és egybe kötötték egy csomó érdekes dologgal. Az egyik leglátványosabb attrakció, ahogy nagy nyitócímeknél, illetve egyéb játékoknál szokott lenni, csinálnak egy konzolt, ami teljesen olyan dizájnt kap, mint a Halo, ennek Halo Infinite Limited Edition Bundle lesz a neve, és hát egy ilyen dizájn mellé még egy Elite Controller is jár, ami pedig úgy néz ki gyakorlatilag, mint hogyha a Master Chief-nek a páncéjának egy darabja lenne, illetve hát egy ilyen hozzáillő valamilyen kütyű lenne, amit akár a játékban is tudna használni. De rossz hírünk van, a scalperek azok természetesen ezt is azonnal elkapották, tehát most már tényleg kezdeni kellene valamit ezekkel a botokkal, amikor gyakorlatilag azonnal beszereznek mindent, amit csak kiköl a netre. És akkor jön egy kicsit egy Sony-s exkluzív hír is, nevezetesen a Horizon Forbidden West sajnos február 18-ára tolódott, ezt egyébként lehetett sejteni, már régóta pletykálták, hogy minden egyes ilyen kiemelkedő exkluzív AAA címet a sajnos el fog tolni a Sony jövő évre, viszont akik nem játszották az előző részt, azoknak legalább most van elég bepótolni, hiszen egyrészt rendkívül kedvezően elérhető, másrészt pedig kapott egy patchet, amivel 60 FPS-re tornázták föl a képkocka számot, úgyhogy mindenképpen most érdemes ezeket a dolgokat bepótolni. Azért voltak még kisebb nagyon meglepetések a Gamescom-on, bejelentettek például egy Marvel játékot, ami rendkívül meglepő volt, hiszen általában, hogyha erre gondolunk, akkor valami hatalmas, nagyszabású 3D-s, nem tudom, szuper játékra gondolunk. Na most ezzel szemben a Firaxis bejelentett egy XCOM-szerű, tehát egy ilyen körökre osztott, stratégiai jellegű Marvel játékot. A játék alcíme egyébként Marvel's Midnight Suns, és a Marvel univerzumának a sötét oldalra kalauzál minket, ugyanis a rendelkezés álló információk szerint a hősök sötétebb rendjére csatlakozva kell megállítanunk Lilithet, ő lesz majd a fő ellenség, miért végkezdeszi ördögi tervét. Azért természetesen olyan karakterek, mint például Doctor Strange, vagy Rozsomák, vagyis Wolverine, meg a már említett Vasember is felbukkannak, de fontos az, amit már az előbb mondtam, hogy nem ők lesznek az előtérben, és a megjelenésre sem kell sokat várnunk, mert 2022. márciusában már jön PC-re, Xbox-ra, PlayStation-re és mindenre. Az egyik legnagyobb meglepetés a Gamescomon az mindenképp a Saints Row sorozatnak az újraélesztése volt. Hát most az, hogy ez reboot, nem reboot, nagyon nehéz ezt eldönteni, de az biztos, hogy elméletileg ez nem a Saints Row 5 lesz, hiszen eddig 4 főrészt kaptunk, hanem egy kicsit újra gondolják a sorozatot, és egy új kezdetet jelent ez a széria számára. A játékosok egy főnök nevű karaktert irányítatnak, ugye kizárólag Nagy Eiffel, tehát ez a neve, és őt minden elmében majd elsőre szabhatjuk magunknak, olyan kinézetet adhatunk, amilyet csak szeretnénk. Őt kíséri el majd Eli, aki egy tervező karakter, vállalkozói készségekkel segít a csapatot. Lesz majd egy Nina nevű sofőrünk, aki nem csak vezetni tud, hanem az autószállásra is ért. És itt lesz Kevin, a DJ, aki egy ilyen bulizós, bátor, kalandor, extrovertált karakter. A helyszín pedig egy Santo Ileso nevű fantáziaváros lesz, amit az Egyesült Államok délnyugati része ikletett. Ugye megszokhattuk, hogy a Saints Row játékokban mindenféle ürületeket tudunk csinálni, tehát leugrálni ejtőernyővel, a felőkarcolókkal, rakétövetőkkel, ugrálni, mindenféle dolgokat megcsináltunk, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk. Egy tipikusan olyan játéksorozatról van szó, amit valakik imádnak, vagy még gyűlölnek, meglátjuk, hogy ez az új rész, ez majd melyik tábornak kedvez. Múlt héten említettük már azt a jelenséget, ami évek óta van, amikor lepontoznak szándékosan valamit userek, és ezáltal rontják a játéknak, a készítőknek a renoméját. Hát mostán egy még durvább dolog történt, amire sajnos legális lehetőség van. Azt történt ugyanis, hogy egy indie fejlesztő kiadott egy játékot, amit körülbelül másfél óra alatt végig lehet játszani. Ezzel nem is lenne baj, hiszen hogyha tudjuk, hogy ilyen a játék és egy ilyen rövid élményre vágyunk, mint egy filmre, akkor ez teljesen rendben van, tehát ez nem egy átverés, ez nem probléma, hogyha tükrözi ugye adott esetben az ár azt, amit ugye kapunk. De a Steam, amin keresztül ezt a játékot be lehet szerezni, rendelkezik egy olyan opcióval, ami egyébként nagyon jó a legtöbb esetben, hogyha 2 órát nem játszottál még a játékkal, akkor úgy dönthetsz, hogy visszakéred az árát, és akkor visszatérítik az egészet, mert ugye kipróbáltad, nem tetszett, nem azt kaptad, amit szerettél volna, stb.
És mint mondtam, ez rendkívül jó nagyobb AA címek esetén, hiszen gyakorlatilag a 2 óra semmire nem elég, de ebben a szerencsétlen esetben, hogyha másolat végigjátszottad a játékot és visszakérd az árát, az rendkívül inkorrekt. Szegény fejlesztő miatt még azon is elgondolkodott, hogy abban is hagyja az egész játékfejlesztést. Tehát lehet, hogy módosítani kellene a Steam rendszerét, hogy ezt a bizonyos demo időszakot, ezt korlátozzák úgy, hogyha mondjuk egy játéknak a végigjátszása adott esetben másfél óra, mint ebben az esetben, akkor mondjuk redukálják 20 percre vagy 30 percre mondjuk ezt az időtartamot. Tehát jobb lenne erre odafigyelni, mert szerencsétlen ember lehet, hogy letett az asztalra egy másfél órás élményt, ami tényleg szuper, fantasztikus és tényleg amit ígért, azt nyújtja, de sajnos legális keretek között szórakoznak a userek vele, visszakérik a pénzüket és ő meg hoppon marad. Ezzel kezdeni kellene valamit sajnos. Ezek voltak erre a hétre a legérdekesebb hírek. Ha szeretnétek még több Gamescom hírt, ami nekünk nem fért bele, akkor szokás szerint itt, mi pedig jövételünk a legérdekesebb hírekkel. Talán Gamescom nélkül is lesznek még jók, hiszen ez sem volt annyira nagy felhozatal. Meglátjuk, mit hoz a jövő hét. Sziasztok!